Fogjátok a fegyvereket! A víz a sivatagnak ugyanaz, mint Allahnak a hit. Ez itt a haddedinok forrása, nem vehettek csak úgy vizet. A szabály. Mielőtt használjátok, engedélyt kell kérnetek Mohamed Eminségtől, a forrás törzsünk legfőbb vagyona. Ez rám is vonatkozik? Hosszú pasájára? A padisak legközelebbi bizalmasára? Igen, rád is. Tehát nem tartott tiszteletben minden hívők urát? Te csak a szolgája vagy. Én viszont Ahmed el-Korda, Mohamed Eminség fia vagyok. Felszólítalak, hogy tartsd be a sivatag szabályait. Azonnal hagyd el a forrásunkat és lovagolj tovább. Majd tovább lovagolok, Ahmed el-Korda. Fogjátok el! Lőjetek, elevenen akarom! Felakasztatlak a nyilvánosság előtt a padisak elleni lázadás miatt! Kössétek a lóhoz! Magyar hang. Jakab Csaba, Roatis Andrea, Forgács Gábor, Pusztaszeri Kornél, Rosta Sándor, Úri István, Borbé László, Szokolai Ottó, Túri Bálint, Várdai Zoltán, Kajtár Róbert, Fésűs Bea, Pálfai Péter. Zenéjét szerezte Raymond Rosenberger. Fényképezte Francisco Marin és Robert Ziller. Gottlieb. Ez a te ünnepet, Karaben Nemzi. Megszégyenítesz, padisa. Te megszabadítottál engem. És az országot egy gyilkostól és egy veszélyes banditától. Megóvtál minket a vésztől.
Tetszik neked? Tényleg nagyon szép. Álom szép Karaben Nemzi. Neked adom. A jóságot boldoggá tesz. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. De én nagyobb ajándékot kérnék tőled. És pedig? Arra kérlek, őrizd meg nekem, amíg visszajövök, Padishah. A hazatérésem előtt még felkeresem a Hadedinok legelőjét. Kérésed teljesítve. Tessék! Ki az a lány? Azért kérdezed, mert nem borítja fátyol az arcát? Annak a fehér szakálú férfinak az unokahuga, az apja a káldeusok első embere. Ők az egyetlen keresztények birodalmamban. Nagyon bájos lányka. Mit keresett? Látom, van szemed a szépséghez, Karaben Nemzi. Bár nem áll hatalmamban neked ajándékozni, de ha akarod, bemutatom neked. A barátomnak, Karaben Nemzinek az a kívánsága, hogy köszöntsön téged és az unokahúgodat. Isten áldjon, Karaben Nemzi! Már nagyon sok jót hallottunk rólad. Most, hogy megismerkedtünk, őszintén sajnálom, hogy már el kell mennem. Kadir Bey bátyja és a lánya holnap szintén elhagyják Moszult. Igen, az unokahúgom a szolgájával csatlakozik egy karavánhoz, és elutazik az apjához, én pedig visszatérek az enyémhez. Allah védelmezzen titeket, gyere Karaben Nemzi, még meg kell beszélnünk valamit. Tessék Karaben Nemzi, kérlek fogadd el ezt a fermánt. A fermán egy útlevél, ami minden ajtót kinyit előtted. Ha újra eljössz az országomba, mindenütt megvéd majd. Ilyen okiratot csak a barátaimnak adok, és remélem sosem okozol csalódást. Nagy a te jóságod, Padishah. És hirtelen megláttam az óriási állatot. Egy oroszlánt akkora volt, mint egy elefánt. Ekkora a söréje, ekkora a száj, ekkorák a mancsai, és ekkorák voltak. Jó, nagyon jó. Tehát az oroszlán épp ugrani készült, és a barátom Karaben Nemzi a halál fia lett volna, ha én nem jöttem volna. Én... Hacsi hale oma, ben hacsi abul abasz, im hacsi da hút alga szála. Allahnak hála! Ezt a nevet nem lehet eleget hallani. Karaben Nemzi! 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 El innen, el pokol fajzatok! Engedjetek át! Engedjetek már oda! Szidi! Szidi, itt vagyok! Itt vagyok! El innen nem hallott a napkeleti ürülék! Karaben Nemzi! Karaben Nemzi!
Szále, ezt neked szántam, Hani, aki megszépített Halef életét, emlékül a jó baráttól. Á, Szidi, nagyon boldog vagyok, hogy itt vagy, de valami borzalmas dolog történt. Most végképp nem térhetsz vissza a hazádba. Még nem? De Halef, megint túlzásokba esel. Nézd meg a gyerekeidet. Nőnek, mint a bolond gondban, mindjárt felnőtt férfiak. És a feleséged egyre szebb lesz. Mondd meg nekem, mitől tartasz? Igen, Szidi, én is büszke vagyok magamra, vagyis a családomra. Csupa fiú, kivéve a feleségemet. De ő egy csodálatos asszony. Ó, Szidi, Allak, el kellett volna vigyelek Mohamed sejkhez, de már ott jön ő maga. Mi történt, Halef? A pasa, akit a padisak kinevezett Moszul helytartójává, nagyon hatalmas és hidd el nekem, Szidi, nagyon veszélyes ember is. Fogságba ejtette Ahmed el-Kordát, Mohamed sejk fiát, mert állítólag megsértette őt, aztán megparancsolta, hogy telihold éjszakáján végezzék ki. Bírói ítélet nélkül? Ítélet nélkül. Szálem. Szálem. Allah legyen veled. Legyen veled is, Mohamed sejk. A fiam életéről van szó, Kara Bennemsi. Épp az előbb hallottam. Halef már elmesélte. Mosszul pasája vizet merített a forrásunkból, az engedélyünk és a megkérdezésünk nélkül. A fiam meglepte őt eközben és a jogainkat követett. De a pasa vizet merített és elfogadta őt. Igen, így volt, de előtte egy török katonának életben kellett hagynia. És hová vitték Ahmedet? Az ország belsejébe. Lehet, hogy csak egy kósza hír, de azt mondják, hogy Buruszkó börtönébe vitték. Előre, te rühes kutya, szedd a lábadat! Előre, te bűzös borz, te ürüléke a Szaharának! Te átkozott kutyafattya, szedd már a lábadat! Gyerünk előre! Futás, futás, azt mondtam! Kérsz valamit inni? Szomjas vagy, eh? Ába, Sájk Mohamed. A birodalom nagy és széles, és a padisak szeme nem lehet ott minden. Nincs időnk várni a padisak igazságos döntésére. Azonnal cselekednünk kell. Így igaz, cselekednünk kell. Majd én segítek nektek. Nem lovagolhatunk el Buruszkóba, hogy kiszabadítsuk a fiad Mohamed sejk. Ez sért minden törvényt. A törvény az erősek oldalán áll. Moszul pasája sosem kérdezte meg, kitől csikarja ki az adót, ami sosem jutott el a padisak államkasszájába, és sosem törődött kapcsiságának áldozataival. Nem védekezett senki a pasa ellen. A haddedinokkal még sosem próbálkozott. Elhoztam neked Rih egyik fiát, Kara Bennemsi. Ajándékba akartam adni neked, mert azt hittem, hogy a barátom vagy. A barátod vagyok. Nem kell hozzá ajándék. Valóban el akarsz kísérni Buruszkó? Már csak 4 nap a teliholdig. Azt hiszem, igyekeznünk kell, Szidi. Te azért, hogy ne történjen baj, és én, hogy neked ne essen bajom. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, ha jeszedik a létező legveszélyesebb kurdok. Elevenen égetik el a fogjaikat. Ezt honnan tudod? Tapasztalatból. Hidd el nekem, nem oly csekély a tapasztalatom, mint hiszed. Neked például csak egy fiat van Richtől, de nekem 6 fiam van odahaza.
City? Igen. Hallasz valamit? Nem. Látsz valamit? Nem. Tehát Allah vaksággal és süketséggel vert meg. Bölcsességgel, Halef. A sziklák között hét jesszidi rejtőzik. Talán meg kéne mondanom nekik, hogy ki vagyok. Erre égre emelnék a kezüket, így emelnék égre a kezüket. Kezeket fel! Hová készültök? Oda. És honnan jöttök? Onnan. Tudjátok, hogy kik vagyunk? Valószínűleg úton állók. Vigyázz a locska nyelvedre! Olyan férfiaktól féljek, akik meg sem merik mondani, hogy kicsodák. A fogjaink vagytok. Aki a fegyveréhez nyúl, a sakálok elé dobjuk zsákmányul. Igazán kedves. De a fogatlan fének miért mutogatják nekünk a fegyvereiket? Nem akarunk vásárolni. Szerinted vannak itt sasok, Halef? Hát persze, Szidi, minden sziklán vannak. Ott, nézzétek, mit ajándékozott nekünk Allah! Ott, nézzétek csak! Odafent! Igen, ott! Igen, igen. Látjátok, mi is udvariasak vagyunk, mint ti. Vezessetek el Alibejhez. Előre. Á, hogy fog örülni a bátor és merész mezei poloskáinak. Csodálatos környék. Csodálatos környék. Mi? Csak egy kicsit poros. Undorítom poros. Fürdőt szeretnék venni, Archie. Igenis, Milor. Kész az öltözőkabin, uram. Ó, köszönöm, Archie. Kérem, készítsek ki a délutáni öltönyömet. De nem várunk látogatót, uram. Sohasem lehet tudni, Archie. Hé, százados, miféle emberek ezek? Nem jeszítik. Mit csináljuk? Ejtsük fogjul őket. A foglyok mindig jók. Gyerünk. Pontosan 33,5, Milord. Köszönöm. A szappan. Köszönöm. Archie, zuhaj. Köszönöm. Milord, pontosan 16 óra 58 perc és 10 másodperc van. Két perc múlva te a idő. Milord, látogatóink vannak. Ó, kitűnő. Milyen kellemes meglepetés. Kérettem őket. Ó, katonák! Hogy mint, uraim? Minek köszönhetem a szerencsét?
Mik vagytok? Lord David Lindsay tisztelheti az úrban. Én az Inasa vagyok. Tehát nem Jeszidik? Látott már valaha Jeszidit fürdőkádban? Én nem. Ez jó volt. De biztos Pardon. Jó barátai azoknak az átkozott Jeszidiknek. Archie a szótárt. Üsd fel és nézd meg, hogy ez sértésnek számít-e. A Jeszidik rühes kutyák, akik nem fizetik az adót, és ezért megbüntetjük őket. Ez a néhány katona csak az előcsapat. Láttatok minket, és hogy ne árulhassatok el, most fogjul ejtünk titeket. Letartóztatunk mindkettőtöket, hallottátok? Nem beszélne egy kicsit hangosabban, ugyanis egy kicsit nagyot halló vagyok. Egy szavát sem értem. Te kutya, pontosan értettél. Gyerünk, gyerünk, mász ki a zsákból, te vénszamár! Barátságos ember. Nincs humorérzékük a törököknek. Nekik nincs, nekünk viszont van. Csodálatos ország, csodálatos kaland. Milyen állatot áldozzunk fel? Legyen meglepetés, Alibej. Még várok egy hírre. Te, a Jeszidik meg én ideje korán megtudjuk. Alibej, bátrak a harcosaid, csak azt nem tudják, ki a barát és ki az ellenség. Karaben Nemzi, örülök, hogy újra viszont látlak. Üdvözöllek a Jeszidik völgyében. Én is örülök, hogy újra látlak, Alibej. Bocsáss meg, effendi, ugye visszaküldhetem az őröket? Állj, még senki sem tudja, hogy kivel volt dolga. Hallgassatok ide. Velem, Hadzsi Halef. Helyezd be, Halef. Az embereid ügyesek. Majdnem sikerült meglepniük. Szabad bemutatom a barátaimat? Ő itt Mohamed Sheik. Ő pedig az úti társam, Halef. Hadzsi Halef Omar ben Hadzsi Abul Abbas in Hadzsi Davud al-Gossara. Végre. A vendégeink vagytok, épp hitünk ünnepére készülünk. Birka meg holnap közli majd a lángtoronyról, hogy Allah melyik áldozatot fogadja el. Remélem, nem mi leszünk. Allah nem fogad el az embertől embert. Az áldozat mindig egy állat. Két órakor támadás, már alig várom. Az egész völgy tele Jeszidivel. Minden ágyülövés teli találat lesz. Halomra lőjük őket? Nagy ünnep lesz. És amikor a pasa be akarja venni a völgyet, már nem lesz semmi dolga. Az előléptetés biztos. És én kitüntetést kapok. Elnézést, százados. Mindent megértettél, Archie? Minden szót, uram. Hidd el, biztosan előről kezdi majd a gramofonnal. Igen. Ismételd meg a haditervet. Egy? Lemezt feltenni. Kettő? A nagy titok. Három? Tumultus? Menekülünk? Hát persze.
akarjátok elárulni, hogy jön ki a zene a varázsdobozból? Nem, csak megmutatni. Jó. Akkor levesszük rólatok a kötelet. De nehogy szökni próbáljatok, vagy ütött az utolsó órátok. Kész, milord. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Jeszidik azt hiszik, hogy Allah megszenteli a holnapi ünnepet, és valami különlegeset üzen ezzel. Te mit gondolsz, Alibej? Nem tudom, efendi. Az engedélyeddel megpróbálunk. Utána jár mi ennek az üzenetnek. Csodálatos kaland. Kínos tévedés, milord. Igen, kínos. Ez helyes kifejezés. Igen, milord. Jó, megpróbálom. Na, hogy tetszik itt nekem? Csingisz Kán barátságos ember volt magához képest. Mit fizetsz nekem, te finom angol úr? Mit fizetsz nekem, ha szabadon engedlek? Nem fizetek semmit. És mit adsz nekem, ha szabadon engedlek? Mit mondtál? Semmit. Mit? Ő is rosszul hall. Nothing. Niente. Rien. Semmit. Nem tudod véletlenül, hogy mondják ezt törökül? Degil. Mi? Semmit? Ó, fukarságatja! Még könyörögni fogsz, hogy fizethess nekem! 1000 piasztert! 10000 piasztert! Kezeket fel, körül vagytok végig. Rajta hívd vissza a katonáidat. Meg nem moccanj, mert még a kövérnyakat hirtelen elvesztheti a fejét. Engedelmeskedem, mondjátok meg, mit tegyek. Hívd vissza őket. Gyertek vissza azonnal! Gyertek vissza! Nem halljátok, mit mondtam? Kutyák! Jaj, nem. Miért kell mindig mindent elrontani a Karaben Nemzi? Úgy szerettem volna én kiszabadítani magam. Kérem, én akár elismerem. Nem, ha már egyszer itt van, maradhat is. Figyelem! Megadjuk magunkat a túlerőnek, hogy elkerüljük a felesleges vérontást. Tegyétek le a fegyvert!
Mi lesz már, rühes ganajtúrok budjant ivadékai? Elég! Az ellenséges lövegeket elvitettük a jeszidi völgybe. Jó estét, uram! Azt hittem, már rég újra Londonban van Lord Lindsay. Ó, egy fogadásról van szó a Westminster Club béli barátaimmal. Feltétlenül meg kell találnom Noé bárkáját. Noé bárkáját? Igen, állítólag Dél-Kurdisztánban található, de ez nem olyan fontos. Sokkal fontosabb, hogy többet tudok, mint maga. Miről tud többet, mint én? Holnap egy nagy sereg érkezik. A vezetőik egy bizonyos pasa Moszulból. Egy helytartó, vagy valami ilyesmi. Látod? Oda át a domb mögött fekszik a jeszidik völgyének bejárata. És itt, itt állnak a mi tábori lövegeink. Amint bevonulunk a völgybe, a százados megkezdi az ágyúzást méghozzá pontosan egy órával napfelkelte után. A jeszidik első ijegységükben a hegyekbe menekülnek, és egyenesen a karjainkba futnak. Ahogy mondott, pasa. És aztán egy jeszidi sem állíthatja, hogy Moszul pasája jogtalanul követelt volna tőlük olyan magas adót. És a padizsak jó indulata továbbra is a tiéd. Pontosan! Nekem is volt már elszámolásom a jeszidikkel. Akkor egyenlítettem ki, amikor Pirkámeket, a főpap fiát felakasztottam az első fán. Gyere! Előre! Tovább! Hogy nem is jönnek. Jönnek, már nem kell sokáig várnunk. Szerencse, hogy a török százados ilyen buta volt és eljárt a szájam. Igen, de gondoljátok, hogy igazat mondott. Ő igazat mondott, és te ne feledkezz meg az ígéretedről. Ha végzel a pasával, tönkreteszed a terveinket. Egy haddedi mindig tartja a szavát. Csak akkor számolok le vele, a fiam újra szabad. Addig Allahra bízom magam. Köszönöm, Mohamed Sheikh. Egyetlen kurdot sem látni. Nem tetszik ez nekem. Talán félsz? Nem. Egyetlen jeszidi sem bukkan el. Majd látod őket épp eleget. Bár csak míg eldördül az első ágyülövés. Megyünk tovább!
Allahnak hála, ezek a mi ágyúink. Mindjárt meglátod a jeszidiket, ha előbújnak a rejtek helyükről. Hiszen ezek a mi embereink. Állj, állj! Mit keresnek itt? Gyurek! Ágyú tűz alá vettek minket. A szakaszunk közepébe lőttek. A százados elvesztette az eszét? Előre! Mindenki vissza előre! Mirelai, adj mellék még 20 embert! Durek, ti előre lovagoltok! Kár a fáradtságért. Ez már nem sokat segít rajtad, Mosul pasáján. Hogy értsem ezt? Úgy, hogy a jeszidik már vártak titeket. És az ágyúitok mögött álló emberek Alibej katonái. Minden oldalról körül vagytok véve. Ki vagy te? Elég, ha én tudom, hogy te ki vagy. Hogy bízhatnék benned? Gyere le, beszéljük meg itt! Sidi, most nem mész innen sehová. Archie, a golyóálló mellényeket, Mr. Karan. Nem, köszönöm. Na jól van, pasa, megyek. De 4 fegyver szegeződik rád innen. Ha az embereid közül bárki is rám támad, véged van. Szóban bátor vagy. Bizonyítsd a bátorságodat tettem. Ne aggódjon, Mr. Kara. Ha bármi baj esik, én magam írom meg a nekrológiát a Times-ban. Sidi, esküszöm neked, hogy 4 részre lövöm, ha valami bajod esik. Allahra esküszöm és az összes létező istenre. Bár Allahon kívül nincs más isten. Gut, danke. Nem azért jöttem, hogy beszédet tartsak, pasa. Ismerjük egymást? Én csak a padisak igaz híveit ismerem. Vigyázz a pimasz nyelvedre! Add meg magad a seregeddel együtt. Tegyétek le a fegyvert. Szabad elvonulást biztosítunk nektek. Neked elment az eszed. Az árulás! Körülvettek bennünket! Csapdában vagyunk. Gondolkozz, pasa! Minden ellenállás vérrel jár. Már annyi éve vagyunk együtt, igazán megtanulhattad volna tőle, hogyan kell bánni ezzel a csőcselékkel. Hey! Hey! Gyülekező! Gyülekező, gyáva kutyák! Gyülekező! Átterünk! Arra felé! Bocsásson meg neked. Mosul pasája!
Dobd el a fegyvert, mielőtt még többen meghalnak, vagy nem látod meg többé a napfényét. 3 percet adok neked. Mindenkinek gyülekezz odát! Tüzet szüntes! Nincs értelme ellenállni! Hogy merészeled az angol lordodat nagyszerűbbnek tartani, mint az én hatalmas Karaben Nemzimet? Előfordulhat, hogy Mr. Karaben Nemzi nagyszerű ember, de a lord az lord. De az én Sidim többet ér, mint egy lord. Ő mindent tud, mindent lát, mindent hall, és olyan dolgokat tud, mint senki más. Aha. Ne nevess, te! Egy szomorú uborka savanyumása! Mondjak egy példát az én Sidim minden tudására. Mm-mm. Jó, tehát halld és csodálkozz. Még nincs 3 hete, hogy együtt lovagoltunk a vad Kurdisztánon át. Hirtelen megállítja a lovát, és így szól. Halef, hamarosan viszont látjuk Lord Lindsay-t és az ő semmire kellő szolgáját. Ez mind semmi. Múlt csütörtökön Lord Lindsay azt mondta nekem. Archie, 3 nap múlva vasárnap. Na és? Ezt bárki mondhatja, nincs semmi különös a történetben. Nincs, viszont igaz. Efendi, nincs olyan jeszidi, aki ne lenne kész meghalni érted. Köszönjük neked. Arra kérlek, hogy emlékül fogadj el tőlünk egy apró ajándékot. A neved olyan... Köszönöm, Ali Bey. Sidi, ez a... Sidi, ez ajándék? Persze. A te hazádból származik. Nálunk a kutyák pofájába szokás köpni, hogy hűek maradjanak. Mohamed Sheikh a pusztában vár rád. Attól tart, hogy nem tudja betartani az ígéretét, ha szembe kerül a pasával. Pedig a fiának jobb lenne, ha betartaná. Lord Lindsay, el akar hagyni minket? Ó, igen, sajnálatos módon. De tudja, azt a hajót keresem, azt a lakóhajót, Noé bárkáját, hogy elvigyem Londonba. Jó, de kérem, ne felejts el, Lord Lindsay, hogy ennek az országnak, amin át akar kelni, nem véletlenül a vad Kurdisztán. Ó, pompás, hát hogyne a vad Kurdisztán... Imádok mindent, ami vad. Mr. Kara, mindig nagy öröm és megtiszteltetés lesz számomra, ha újra találkozhatunk ezen a békés környéken. Viszontlátásra! Goodbye, Mr. Halef, és ne felejts el, egy lord az mindig lord. Allak nem lehet mindenható. Különben már réges-rég eltaposta volna ezt a teremtményt. Indulás! Nem bírom ezt a fickót. Karaben Nemzi! Még látjuk egymást. Hamarosan látjuk egymást. Először is sakálokkal nem tárgyalunk. Másodszor meg buruszkóba lovagolunk, ahol neked semmi szabad. Gondolod? Te hién a fattya, te sakál ürüléke! Ne kerülj többé a szemem elé! Te senki, te nulla, te lyuka a természetnek! Szólni a padisak, pasa. Fogd be a szád, semmi között hozzá. Ismerek egy karavánutat, hiszen késeink még vannak, pasa. Én elmennék veled. És néhány embered is. Szerintem jobb, mint a kötél. Ha még egyszer kinyitod a szádat, megkorbácsoltatlak. Én csak javaslatot tettem, gondold át még egyszer. Az egyenruhától is megszabadulhatnánk. De tégy, amit akarsz. Állj! Százados, gyere ide! Pasa, elmegyek körülnézni, addig átveszed a parancsnokságot. De pasa... Csönd legyen, vagy agyonlőlek! Bajt hoztál ránk! Ne, engedelmeskedj! Hat ember velem jön! Gyere! Előre! Thank you.
Az ember tényleg csodálatos teremtmény, nem gondolod? Megvan a büszkesége, gondolkodni tud, el tud gondolkodni azon, hogy mitől ilyen büszke. És azon is, hogy egy ilyen kutya sosem pótolhat egy embert, igaz? Hálef, mondtam én valaha, hogy Doján pótolhat. Nem, de ez nem is lehetséges. Ő nem tud beszélni, csak ugatni. Nem tud lőni, csak harapni. Egy kutya még arra sem képes, de hogy... ismerd el, hogy egy előnye van veled szemben. Micsoda? Nem tudja kimondani azt a szót, hogy buruszkó. Karaben Nemzi, megígértem neked, nem akartam a szavamat szegni. Bölcsen tetted. Csak azt nem értem, effendi, miért nem kényszerítettük, hogy adja ki a fiam? Mert egy olyan ember, mint a pasa, gyorsabban bosszút állna, mint mi lovagolni tudunk, ha megtudja, hogy egy Haddedin is részt vett a leverésében. Akkor is, ha fogjuk? Akkor is. Mindent megígért volna, és semmit sem tartott volna be. És később felhergelte volna a padisahot a bosszúra a Haddedinok ellen. Mi nem félünk tőle. Azért hal meg olyan sok arab, mert túl kevesen félnek. Te semmirek elő, hogy merészelted megsérteni Moszul csodálatos pasáját. A négy halottról nem is beszélve. Állj! Hogy jártok? Az, hogy a pasát megsértetted, az életedbe kerül. Hogy engem, a helytartót, buruszkó urát megsértetted, talpbothozásba kerül. 50-et a talpára. Gyerünk! Allahnak hála, hogy itt vagyunk. Már számoltam az órákat. Minden pihenő csak kín volt, hiszen holnap Delhi hol lesz. Ne aggodalmaskodj, Mohamed Sheikh. Még idejében megtaláljuk a fiadat. Hé, hey, te jössz! Rajta dobj! Ezek meg kik? Állj! Engedély nélkül nem léphet be senki a helytartó palotájába. És ki adhatja ki az engedélyt? Csak én. Akkor add ki! Ez bizony nagyon-nagyon nehéz dolog. Adok neked 10 piasztert. Akkor valószínűleg könnyebb lesz. Már nem olyan nagyon nehéz, de... Tartsd meg a pénzed, Szidi! Te egy csótány és egy rühes kecske fellobbanó gerjedelmének ivadéka, tudod egyáltalán? Mennyi az a 10 piaszter? Még egy szó, és letartóztatlak! Letartóztatsz? Valószínűleg csak még 10 piasztert akarsz. A korbácsommal fizetem gyerünk, meg neked. Menjünk tovább. Állj! Egy lépést se! Megállni! Megállni! Azt mondtam, álljatok meg! Megállni! Védjétek meg a palotát! Hogy jöttél be ide? Ezen az ajtón át. A két lábamon. Őrség! Gyertek! Őrség!
Ne fárazd a bátor katonáidat! Nagyon vakmerő vagy. Talpbotozásra ítéllek. 100 botütést kapsz a talpadra. Mi lesz már, emberek? Egy lépésre! Senki sem mozduljon a bamba iszákos rothadó rémálmai közül. Egy lázadás! Semmi ok az izgalomra. Tévedésben vagy helytartó. Ez itt egy fermán, amit a padisak adott nekem. Ha elolvasod, meglátod, mekkora tévedésben vagy. Hú, effendi! Alla áldja a padisakot. És téged. És minket kiáld meg, he? Mit parancsolsz, effendi? Kifelé! Tűnjetek innen, ostobaságiai! Gyerünk, innen! Te maradj, Szelim! Te itt maradsz. Sokat hallottam rólad, helytartó. Bölcs vagy, okos, igazságos, nagyvonarú és bőkezű. Pénz kell? Nem, csak szállás 2-3 napra. Fizetünk érte, helytartó. Szeretnénk a közeledben lenni, a védelmet, biztonságot ad. Igen, ez igaz. Van egy bölcs javaslatom. Szálljatok meg Szelinagánál. Bár nem szolgált rá erre a dicsőségre, de kegyes vagyok hozzá. És nekem fogtok fizetni. Nagyon okos vagy. De úgy látom, nagyon beteg is. Igen, nagyon beteg. Ez a gyógyszerem. Miért vetted körül magad ennyi bátor katonával, helytartó? Nagyon híres a börtönöm. Veszélyes bűnözők vannak benne. A padisak ellenségei! Mint az az arab, aki megölte volna, ha Moszul pasája nem akadályozza meg benne. Most már olyan fogságban van, de nagyon sok embert ölt meg. Na. Holnap a nyilvánosság előtt kivégzik. Már holnap? Helytartó, megengeded, hogy kínjaid enyhítésére küldjek néhány üveget a gyógyszeredből? Jó, effendi. Ha nincs ellenedre. Bölcs vagy, és köszönöm neked. Csak küldj jó sokat, mert a kínjaim túl nagyok. Kérsz valamit bölcsességedért cserébe? Nem, nem, köszönöm. Illetve, ha a börtönöd valóban olyan híres, örömömre szolgálna, ha meglátogathatnám. Látnod kell feltétlenül, mert... Nincs akadálya. Hiszen holnap lesz az arab kivégzése. Nincs, nincs. Eredetileg arról volt szó, hogy egy nap alatt teli hold után végezzük ki, de tett két szökési kísérletet, ezért előbbre hoztam a kivégzést, csak ő még nem tud róla. A katonáid ágyúi és a fegyverei, jó padisak, rendelkezésedre állnak a Jeszidik völgyében. Meg fogod érteni, hogy nem adtam vissza azoknak, akik megtámadtak minket. Ali Bey, valóban minden igaz, amiket elmeséltél? A próféta szakállára, ó padisak, minden igaz. Így visszaélni a bizalmammal. Halálra korbácsoltatom a pasát. Tedd, amit tenned kell, padisak, és ne kételkedj hűségünkben. Köszönöm neked, a német barátodnak, Karaben Nemzinek és a tieidnek. Őrség! Hozzátok ide nekem Moszul pasáját, de elevenen! Menjetek! Tudod, Benda, a neve Karaben Nemzi. Azt hiszem, hogy teljesen bele... Ssss! Nem, szó sincs róla. De beismerem, valóban nagyon tetszett. És ennek ellenére futni hagytad. Miért? Mit kellett volna tennem?
Bár az úr nem vagy, de a férfiakhoz én értek jobban. Tényleg? Te mit tettél volna az én helyemben? A padisah palotája tele van sötét folyosóval, és ott például... Képzeld el, ha mondjuk, ha a sötétben odaestél volna ennek a Karaben nemzinek a lába elé. Ó, persze teljesen véletlenül. Lehetetlen vagy. Így is lehet mondani. Láttam őket, jönnek? Jönnek? Gyorsan, gyorsan! Vigyétek innen a lolokat! Gyerünk, tűnjetek el innen! Csodálatos ország. Csak sajnos semmi kaland. Se bárka, se noé. Semmi. De igen, milord, egy karaván. Szerencse, hogy van virágunk. Virág? Minek? Hölgyek is vannak köztük. Ó. Milyen kedves figyelmesség. És milyen bájos évi állat. Előre, nincs vesztegetni való időnk. Támadjátok meg a karavánt! Hozzátok a lovakat, a csomagokat és a fegyvereket gyorsan! Igyekezzetek, sietnünk kell! Milord, 5 óra van. Te a idő. Archie, lány lett belőled? Nem, milord, de kaptunk belőlük 2. Ó, ezt ki se néztem volna magamból. Megmagyaráznád közelebbről a helyzetet? Volt egy kis támadás ellenünk, milord, amennyire emlékszem. Ó, igen, már én is emlékszem. A 2 ifjú hölgy, Miss Inja és Miss Benda. Lordságod és csekéségem, még élünk. Élünk? Ó, de elbűvölőbb, bájos. Hova készülnek? Az apámhoz, Kadir bejhez. Úgy? De most lovak nélkül. Még az összféreket is elvitték, uram. Csak egy lehetőségünk maradt. De lovak nélkül nem jutunk ki ebből a sivatagból. Nem beszélve arról, hogy a gramofonnak saját összférre van szüksége. Archie, vészhelyzetben le kell mondani a modern vacskokról. Nyugalom, hölgyeim! Ahol ott egy lincé, ott út is van. Archie? Parancsol, uram. Titkos fegyver, RS-1. Titkos fegyver, RS-1. RS-1. Űrhajó. Ez meg mi? Szigorúan titkos. Fáradjanak a teához, hölgyeim.
Kérem, foglaljon helyet. Kérem, foglaljon helyet. Egyes pont, levegőt. Magas úr, ez veszélyes is lehet. Tessék, 50 piaszter a hallgatásodért. Kapsz még 50-et, ha ide csalod a férfiakat, akik ott laknak nálad. De ne egyszerre mindet. A szőke hitetlen a legfontosabb. Jó, ezt megtehetem. A helytartó ma megmutatja a hitetleneknek a börtönt. Ez idő alatt ide küldöm hozzád a másik kettőt, és ha majd visszajön, őt is. Nem érdekel, hogy csinálod. Igen, persze, de csak... Mi csak? A jeszidi alibej ott járt a padisaknál, és a padisak 5000 piaszter tűzött ki a fejedre. És azt szeretnéd megszolgálni, mi? Tégy még rá 100 piasztert, és elégedett leszel. Jó, rendben van. De ha beszélsz, Szelinaga, a börtönödre gyászlobogót kell kitűzni. Megérkezett az orvosságod, effendi. Az egészséged nagyon fontos a padisaknak, helytartó. Milyen igazad van. Látod, itt fekszik ez a sivatagi híja. Állj fel, mocskos beduin! A padisak barátja óhajt beszélni veled. Mondd meg magad, effendi. Nem olyan ember, aki megérdemli a halált. Te mondtad, helytartó. Igen. Bár hitetlen vagy, effendi, de az orvosságod elárulta, hogy kiváló ízlésed van. Holnap felakasztanak, te nyomorult sivatagi patkány. A nyilvánosság előtt buruszka örömére. Ritka nálunk az ilyesmi. Szeretjük látni. Kukac. Miért kopogsz ilyen későn az ajtómon? Te vagy az effendi hádzsia? A védelmezője vagyok. Miért? Az effendi küldött. Azt üzeni neked, hogy a másik férfival, akinek elfelejtettem a nevét, azonnal menj el hozzá. Hová? Oda vezetlek. Miért téged küldött? Azt nem tudom, de azt mondta, nagyon fontos. Hová kell vezetni minket? A romok közé. Azt hiszem, az effendi megfigyel ott valakit. Mohamed Sheik, ha alaposan belegondolok, nem lehet veszélyes a dolog, mert kimerészelné Hadzsi Halef Omárt, aki híres az okosságáról, egy ilyen ostoba csapdába csalni. Mondd, fiam, igazat beszéltél? Igen. Ha nem, olyan hosszúra nyújtom a fület, hogy legyezgetni tudsz vele egy zsiráfot. Gyerünk! Kell lenniük. Ott le? Igen. Aha. Odalent várjátok az effendi. Ott lent a romok között. Kezeket fel, fegyvert le, a fogjaim vagytok! Oh. A proféta szakállára.
tevék vagyunk. Milyen igazad van, tevék vagytok? Fegyverezzétek el őket! Kötelet rájuk! Effendi! Effendi! Igen? Át kell adnom egy üzenetet. És pedig? A kísérőid azt mondták, hogy felfedeztek valami nagyon fontosat. Arra kérnek, menj oda. De hová? A romokhoz. Oda vezetlek. Jó, várj meg itt. Gyerünk, vezess oda. Ott kell lemenned, effendi. Vezess. Mi lesz már? Vezess oda. Jó. Ott, ott vannak lent. Kik? A férfiak. Miféle férfiak? Hát a férfiak, akik el akarnak kapni. Bárkik is vagytok, gyertek elő! Itt Karabene Nemzi! Ha nem jöttök ki, azonnal lövök! Német! A barátaid a kezemben vannak! Tedd le a fegyveredet és gyere a tűzhöz, vagy meghalnak! Igen? Előbb mutasd meg őket! Csak a hangjukat hallhatod, német! Cidi! Hidd el, az egyetlen bűnöm az volt, hogy alaposan átgondoltam a dolgot. Megmentheted az életüket. Tedd le a fegyvert, úgy, hogy én is lássam. És gyere a tűzhöz! Doja, maradj itt. Nos, Karabene Nemzi, ez sikeres meglepetés volt. Nem számítottál rá, mi? De igen, pasa. Doyan! A fiad élete. Láttad őt? Igen. Cidi, nem gondolod. Úgy értem, bár elmenekült, hogy mégis mindent egész jól csináltunk. Félre! Az orvosságod valóban nagyon jót tedd nekem, effendi. Ha nagyon megkérsz, még azt is megengedem, hogy még egyszer küldjél oda. Örülök, hogy jót tesz neked. Kérlek, adj rá engedélyt, hogy küldhessek még egy adag. Megadom. Hey!
kísérőid miért nem jönnek el erre a színjátékra? Ők mindketten arabok. Ha? Nem akarják végignézni egy másik arab halálát. Nagyon sajnálhatják. Meglátod, effendi, szórakoztató előadás lesz. Ebben egészen biztos vagy. Igen. Nyugalom, Dolyán. Látod, ott hozzák. Téged rabló beduin Ahmed el Korda, a padisah megsértése, sok tisztelletre méltó török meggyilkolása és lázadás miatt kötél általi halálra ítélek. Az ítélet kimondva, és azonnal végre is hajtják. Ugye nagyszerű voltam. Te mindig nagyszerű Készen vagyunk. Reméljük, repül. Hölgyeim, szabad kérnem? És maga valóban azt hiszi, hogy ezzel fel lehet szállni az égbe, és nem esünk le? Hát persze, hogy nem, gyermekem. Én nagyon félek, milord. Nincs mitől tartaniuk, hölgyeim. Még egy lincé sem esett az égből, és ha mégis történne valami, hát akkor... Mindjájunk alatt. Ó, igen. De szabadnak kérnem, hölgyeim? Parancsoljanak, hölgyeim. Parancsoljanak. Tessék, így inni. Így jövő, adja a kezét. Most hová megy? Milord, én nagyon félek. Ugyan. Archie, tartsa kész elődben a repülésút. Igen, uram. Maga nem jön velünk? A szennyezet a hátsó lépcsőn közlekedik. Archie, nem felejtettünk el semmit? Semmit, Milord. Kérem a térképet. A térképet. A kést? A kést. Na. Tessék. Köszönöm.
emelkedünk! Milord, még ott van lent egy zsák balasztunk. Nem számít, levágjuk. De Milord, a kötelet a kosár aljára erősítettük. Akkor magunkkal visszük. Ó, Hachi, nézzen, ebben a zsákban van a dinamit. És a kötélizik. Jutacs, Milord. Semmi pánik, Hachi, semmi pánik. Semmi pánik, Milord. Mint te, az életemben mindig két esélyünk van. Vagy a levegőbe repülünk, vagy elégünk. Pontosan. Archie, van egy nagyszerű ötletem. Most lemászol, és megpróbálod eloltani a tüzet, vagy elvágni a kötelet. Valóban nagyszerű ötlet. Kis időre távozik a kosárból. Ő nem veszélyes. Nem veszélyes. Egyáltalán nem veszélyes. Ha esetleg történne velem valami, a fekete szegélyű zsebkendők a barna kofferben vannak. Archie, ha esetleg velem történne valami, írok neked egy ajánló nyilatkozatot Lord Henry G-hez. Archie, kívánhatsz valamit? Kérek engedelmet az ájulásra, Milord. Tessék! Na, kérem! Tehát először védekeztél, amikor a pasa rád vágott a korbáccsal. Így történt, effendi. A házam és a haddedinok törzse a nevedet Allah után fogja emlegetni Karaben Nemzi. És a tiédet is, ha lesz rá ideig. Tudod, mi bosszant a legjobban, Szidi? Hogy ez a sebességőrült sáska, ez az ürülék, ez a pasa egyszerűen meglógott. De a proféta szakállára én, Hachi Halef Omar... Ne feledd, hogy egyszer mindenkit utolér a végzete. Annak a németnek, hogy hová megyünk? Nem. Csodálkozni fogsz, pasa, magától akar feljönni ide. Ugyanis elhozta azt a férfit az akasztófa alól, akit ma akartál felköttetni. De a fickó biztos nem jut messzire. Egész Buruszkó a nyomában van. Ez jó nekünk. Lóra, irány a kaldeusok városa. Te felmész az ösvényig. Ha másik utat választanak, szólsz nekünk. Tényleg csodálatos. Ha ez így megy tovább, sikerül körberepülnünk a földet. Hány nap alatt, uram? 80 nap alatt a föld körül. Mi 40 alatt megoldjuk.
Milord, a föld? A föld? Hogy? A föld? Ó, a klíma nem tesz jót neki. Az csodálatos. Gyönyörű. És komolyan azt hiszi, hogy nem lehet leesni vele? Kérem, hölgyeim, üljenek le. Szerencsésen leértünk. Gyertek! Archie, a hágcsót! Készíts teát a hölgyeknek, ki akarunk szállni. Szabad kérnem a hölgyeket. Gyereket fel! Ebben az országban egy perc nyugta sincs az embernek, anélkül, hogy hátulról leszólítanák. Talán túl nagy az ismeretségi köre, uram. Örvendek! Minek köszönhetem a szerencsét? Mindjárt oda az örömödnek! Megkötözni! Nagyon jól haladunk. Ha ilyen tempóban megyünk tovább, 4 nap múlva elérjük a haddedilok táborát. Utána mit csinálsz, effendi? Azt hiszem, visszatérek a hazámba. És talán írok egy könyvet is. Egy ilyen harcos, mint te papírra ír? Hát persze, mire másra? Még az is lehet, hogy rímelnek a sorai. Effendi, kapsz tőlem egy sátrat, és a haddedinok sejke lesz. Igen, maradj itt, Szidi! Maradj itt! Mohamed Sejk. Gondolod, hogy Rich boldog lenne az én északi hazámban? Soha. Rich ide tartozik, ebbe az országba. Mindegyikünknek. Csak egy hazája van, ahová igazán tartozik. Rám nem is gondolsz, Szidi? Nekem talán még nehezebb lesz, mint neked, Hanif. Odahaza nincs olyan megbízható védelmezőm, mint te. Látod, Archie, jobb rosszul repülni, mint rosszul gyalogolni. Mi van? A német meg az arabok fél órára vannak mögöttünk. Ez megfelelő hely a támadásra. Nem kell már visszalovagolnod. Kössétek be a foglyok száját, és vigyétek őket a sziklák mögé. Sajnálom, Milord, de a sziklaágy az átonyra futott léghajónkban található. Kövön aludni egészséges? Kárjusok! Őket kapjuk el elsőként. Mindegyik őtök egyet. Csak akkor lőjetek, ha jelt adok. Gyertek! Lovakkal. A holtak maradnak! Karabem nem mindjárt itt lesz! Gyerünk! Előre! Ez nem fegyverlövés volt. Talán távoli ágyúszó. Vagy csak lezuhant egy kő. Előfordulhat, de én nem hiszem. Thank you.
Ott! Vigyázzon! Tovább. Gyerünk. Fedezékbe! Kötözzétek meg őket! A németet is! Ha esetleg magához térne, agyonlőjük mindet! Te gyilkos! Mielőtt agyonlőnéd az én szidimet, Allak széttapossa a mocskos pofádat! Mindegyik rúgásért széttöröm egy bordádat! Kötözzétek meg! Két bordádat! Mosszul pasája! Köszöntelek! Isten legyen veletek! Ó! Kadir bej! Allah legyen veled! Épp jókor vezetett ide hozzám. Ezek a férfiak itt szörnyű bűnt követtek el. A gazemberek megöltek 4 káldeust. Ha ez igaz, a vérükkel fizetnek érte. Elfogtuk a gyilkosokat. Meg fogják kapni méltó büntetésüket. Bruszkóban ki akarták rabolni a helytartót, és kiszabadítottak egy halálra ítélt gyilkost. Az egész város őket üldözi. Akkor fogtam le őket, amikor az embereidet lesből hátba támadták. Ismerem ezt az embert. Igen, már láttam egyszer. Ismered? A padisak tiszteletbeli vendége. Tehát visszaélt a padisak bizalmával is. Még inkább megérdemli a halált. Igen, megérdemli. Bíráskodni fogunk felette. Minek bíráskodni? El fogjuk akasztani. A káldeusok országában vagy Mosszul pasája. Saját törvényeink vannak, amiket a padisak is elismert. Neked is el kell fogadnod. Elfogadom a törvényeiteket. Tudom, hogy a padisak is ezt teszi. Isten meghálálja neked, pasa. Még más foglyokat is ejtettem. Átadom őket neked. Két angol férfit, akiket már régóta kémkedéssel gyanúsítunk. Nagyon eredményes voltál, pasa. A dicséreted megtisztelő. Rábízom őket az ítéletedre. Csak a szőke gyilkost hagyd meg oltalmamban. Őrizni fogom, és átadom a padisak bíróságának. A fogjaid a tiéd. Nem teszek semmi olyasmit, ami ellentmondana a padisak akaratának. Yeah.
Hidd el nekem, pasa, meghalnak a bűnösök. A halottjai nem ezt bizonyítják, és a támadás Bruszkóban... Ezt majd a bíróság dönti el. Bíróság? Hiszen ezek bűnözők! Agyon kell ütni őket! Ebben az országban nem. Itt a gyilkosnak is joga van védekezni. Készen áll a bölcsek tanácsa, hogy döntsön a mosszúli pasa fogjainak életéről vagy haláláról? Készen állunk. Készen állunk. Készen állunk. Jó, akkor most hallgassuk meg a vádat. Vádat emelek Ahmed el Korda ellen, akit jogosan halálra ítéltek, mert meggyilkolta az egyik emberemet. Lelőtte az édesapámat. És ennek a két férfinak a segítségével kivonta magát a jogos büntetés alól, és bűnös Bruszkó több polgárának halálában, akiket a borzalmas zűrzavar során, ami a szökése után támadt, lelőttek vagy halálra tapostak. Hazudik! Ha minden hazugságod egy fogadba kerülne, akkor már csak vízen élhetnél. Hallgass! Rád is sor kerül majd később. Súlyos vádak ezek Mosszul pasája. A halált jelentik a vádlottnak, ha a bíróim bűnösnek találják. Mik a bizonyítékaid? Az esküm, mint a padisah helytartója és a férfiak esküje, akik tanúi voltak az eseményeknek. Lépjenek elő! Elkövettétek a tetteket, melyekkel vádolnak titeket? Összekeveri a valóságot a valótlansággal, mint... igen vagy nem? Igen és nem. Tehát beismered bűnödet? Nem. Kizárólag az a férfi a bűnös. Mosszul pasáját vádolod? A padisak helytartóját? Már nem a helytartója. Leváltották. Nem! Hallgass! Honnan tudod? Mesélték nekem. És honnan? Honnan tudod, hogy igazat mondtak nekem? Rágalom! Téged is arra kérlek, hogy ne szakítsd félbe a tárgyalást. Be tudod bizonyítani, amit mondasz? Igen. Küldj egy követet Bruszkó helytartójához. Ez a fickó még a cilinderemet is felteszi. Pimasság, milord! Rettentő zomjas vagyok. Tessék. Nem vágnád át a köteleimet? Vagy talán féltek két gyenge nőtől? Nem, de nem tehetem meg. Nem tudod, hogy hol van most a pasa? De igen, ellovagolt Kadir Beyjel a káldeusok városában, mert ma ott mondják ki az ítéletet a foglyokra. Mit csinál a barátod? Hová lett? Ő az angol kémekre felügyel oda át. Tudjátok, kockát vetettünk, kivigyázzon rátok, és én győztem, igen. Sokkal helyesebb és kedvesebb igen? Vagy, mint az a morgós medve. Tetszett neked szép kis gazellám. Ez a fickó a mosdatlan kezével. Mi az, fráter? Psz, milord! Oh. Nem, kedvesem, nem így kell feltenni a sapkát. Fordítva. Fordítva. Nagyon jó. Aranyati a tehetsége. Karaben nemzét Ahmedet és Halefet fogjul ejtette a pasa. Kivégzi őket. El kell jutnom apámhoz, mielőtt bekövetkezik a baj. Mindjárt megyünk mi is. Thank you.
soha többé nem látom viszont az én hangjaimat. Amíg élünk, remélünk. Ezen a héten már másodszor visznek vitófa alá. Boldog lennék, ha ezen a héten még egyszer vitófa alá állhatnék. Szidi, törjünk ki, meneküljünk el! Semmi értelme van. Készültünk. Ne félj. Ingja! Ott áll! A Kárdeusok gyilkosa. Mosszul pasája. Már nem Mosszul pasája! A padisak leváltotta és 5000 piaszter tűzött ki a fejére. Szidi, könyörögve kérlek, ne ugorj, ez túl mély, még te sem élnéd túl. Archie, Karaben Nemzi mellett mindig elkésik az ember. Menthetetlen alak. Örökké él. Igen.